Soros Györgyféle migráns és abortuszpárti álcivilekkel vág neki a kampánynak Magyar Péter, erről ír a Magyar Nemzet. A lapnak korábban Lánci Tamás, a Szuverenitás Védelmi Hivatal elnöke arról beszélt, hogy a Bajnai Gordonféle datadatos kör is része lehet a júniusi választások befolyásolására a formálódó szervezkedésnek, és a 2022-es kísérletükhöz hasonlóan ismét külföldi pénzeket próbálhatnak becsatornázni az országba. A hivatal vizsgálatot indított. Közben Magyar Péter mozgalmának oldaláról eltüntették a Bajnai Gordon érdekeltségébe tartozó cégre utaló jeleket. Tita Nilla. Kiszeli Zoltán, a Századé politikai elemzési igazgatója vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Tegnap elindult a választási kampány, elkezdődött az aláírásgyűjtés, és Magyar Péter is megméretteti magát ezen a két voksoláson. Ugye felállt már a Tisza pártnak az európai parlamenti listája. Hogyha végignézzük így felületesen, akkor civil embereket látunk, többségében civil embereket, akik eddig nem nagyon foglalkoztak hivatásszerűen politikával. De mit lát az elemző szeme? Igen, hát... Ugye itt is látjuk Magyar Péternek azt a fajta kommunikációját, amikor mond valamit, és ugye egyre inkább kiderül, hogy teljesen más van mögötte. Hát ugye korábban arról volt szó, hogy a barátnője mondta, hogy a mozgalmának a grafikai elemeinek a kialakításánál külföldről kaptak segítséget, aztán ezt kivágatták az egyik bulvárlap videójából, aztán kiderült, hogy egy indiai ragasztócégnek az emblémájára hasonlít ez a pártembléma, vagy a mozgalmi embléma, a pártembléma. És azt is láttuk, hogy amikor azt mondja, hogy sok diplomás nyelveket beszélő embereket nyert meg jelöltnek, vagy ezeket választották ki, akkor ugye a Magyar Nemzet is írja, hogy egyre inkább kiderül, hogy hát ezek az emberek, akik külföldön élnek és dolgoznak, mit is csináltak, és hát itt jön képbe az, hogy egyre több jel mutat arra, hogy ezek az emberek az életük valamelyik pontján, vagy a szakmai tevékenységük valamelyik pontján a Soros hálózattal kerültek kapcsolatba, és itt nem csak arról van szó, hogy ösztöndíjasok voltak, hanem olyan tevékenységet folytattak, amely Soros György érdekét szolgálja. Az egyik jelöltről kiderült, hogy illegális migránsokat mentorált, tehát magyarul a migrációt támogatta áttételesen a tevékenységével, a másikról pedig az derült ki, hogy egy olyan szervezetnek volt úgymond az aktivistája, amely a szívhang rendelet ellen végzett propaganda tevékenységet, tehát ezt a szervezetet is, ezt a tevékenységet is, és az abortusznak a propagálását ugye Soros György is támogatja a szervezetein keresztül, meg ő maga is politikailag. Tehát azt látjuk, hogy azokról a jelöltekről, akikről Magyar Péter azt mondja, hogy több nyelvet beszélő diplomás külföldön élő emberek, egyre inkább kiderül, hogy olyan tevékenységekhez kötődnek, amely Soros György szívügyei, illetve amely szervezeteknél dolgoztak, egyiküket, másikukat Soros György szervezetei is támogatták. És akkor hallottuk itt a felvezetőben, hogy a Szuverenitás Védelmi Hivatal vizsgálatot indít Magyar Péter ellen. Milyen aggályai merültek fel a hivatalnak? Ugye azt most már szerintem minden nézőnk tudja, hogy a magyar törvények már egyébként 30 éve, több mint 30 éve tiltják, hogy a pártok politikai tevékenységét külföldről finanszírozzák, és ez külön igaz a választási kampányokra. Tehát a külföldről érkező guruló dollárok ellen végzi ezt a tevékenységet a Szuverenitás Védelmi Hatóság, hogy a magyar emberek döntsenek a magyar politikáról, Magyarország sorsáról, és ne a külföldi támogatók, idézőjelben mikroadományozók. Ez nagyon fontos, hogy mi magyarok dönthessünk a saját sorsunkról, és külföldi befolyástól mentesen. És hát, hogyha Magyar Péter mozgalma körül egyre több a kérdőjel, ugye a barátnője mondta a grafikai elemnél a külföldi segítséget, vagy az, hogy a listáján szereplő emberek is pályájuk egyik-másik pontján kötöttek Soros György által is támogatott szervezetekhez, ez egyre több olyan kérdőjelet vet fel, amely a külföldi befolyásszerzésnek a gyanúját veti fel. Ez engem, az a lista nagyon emlékeztet engem egyébként az első ukrán kormányra, ami a 14-es Majdán puccs után alakult meg, tele volt kettős állampolgárokkal, vagy olyan úgymond ukránokkal, akik akkor kapták meg az állampolgárságot, hogy akkor tértek vissza Ukrajnába, és ugye inkább a globalista, a külföldi érdeket szolgálták, tehát lehet látni, hogy felvetődik a gyanú, hogy itt is Brüsszel alázatos szolgáit fogjuk majd látni, mint az eddigi magyar baloldali EP képviselőkben, akik ugyanúgy megszavazták a migrációs kvótát, megszavazták Magyarország megbüntetését, a Magyarországnak járó pénzek visszatartását, és még büszkék is rá, hogy ezt a tevékenységet ők Brüsszelben támogatják, tehát könnyen lehet, hogy ezek a képviselők is majd ebbe a folyóba fognak belépni. Közben a Magyar Nemzet a Bajnai Gordon féle datadat cégcsoporttal is talált kapcsolatot, illetve hogy Magyar Péterék és a datadat között. Milyen természetű ez a kapcsolat, illetve mit tudunk erről, hogy mi köze lehet Magyar Péternek a Bajnai Gordon cégéhez, vagy cégének lányvállalatához? Hát ugye ezt leginkább Magyar Pétertől tudjuk, aki egy interjúban egy
TV interjúban, vagy ugye, amikor megkérdezték őt az újságírók, ő maga mondta, hogy hirtelen kellett egy adatvédelmi nyilatkozat a honlapjukra, és úgymond befújta a szél hozzájuk ezt az adatvédelmi nyilatkozatot, amiről kiderült, hogy ehhez a körhöz köthető. Tehát ilyen szempontból az, hogy az adatvédelmi, és amikor aláírásgyűjtésről beszélünk, az egy adatbázis építést is jelent, hiszen ugye azok, akik hozzájárulnak, hogy az adataikat nyilvántartsák, nevüket, e-mail címüket, lakcímüket, telefonszámukat, ezzel ahhoz is hozzájárulnak, hogy a későbbiekben megkeressék őket, fölhívják őket, hírlevelet küldjenek nekik. És hát igazából ez volt az, amiben a Datadat, ugye a Bajnai Gordonhoz köthető cégcsoport már a 2022-es kampányban felhívta magára a figyelmet, ugye itt különböző jelentések is nyilvánosságra kerültek ennek kapcsán, hogy ez a cégcsoport hogyan áll össze, illetve hogy a pénzek, amik Amerikából érkeztek Márki-Zay Péter mozgalmához, hogyan jutottak el áttételeken keresztül ezekhez a körökhöz. Tehát ilyen szempontból adja magát a gyanú, hogy ahogy 22-ben a gurló dollárok azt a célt szolgálták, hogy megdöntsék a békepárti magyar kormányt, és ez a legfontosabb. A pénz nincs ingyen, nincsen ingyen ebéd. Tehát, hogyha megint dollárok gurulnak Magyarországra, az azt jelenti, hogy a békepárti magyar kormányt meg akarják dönteni, és háborúba akarják sodorni az országot. Elérkeztünk az utolsó ukránhoz a fronton, már nem nagyon van ukrán katona, aki harcolna, vagy aki önként a frontra menne, ezért fogdossák össze a férfiakat. És ha elfogynak az ukránok, valaki másnak kell menni. És utána a magyar kormány ebben egy alternatívát kínál, hogy a magyar kormány békepárti, nem akar belesodródni a háborúba, nem akar részt venni ebben az öldöklésben. Ezért a gurló dollároknak a célja, és látjuk ugye, hogy Márki-Zay Péterékhez érkeztek gurló dollárok, ezt ugye a jelentések igazolják, lehet, hogy Magyar Péterhez is majd ki fog derülni talán. Ez azt jelenti, hogy ha meglátjuk ezt a külföldi befolyásszerzést, ez biztos a háborúba sodrásnak a célját szolgálja, hogy a környező országok háborúpárti szivárvány koalícióhoz képest Magyarországon is idővel megdöntsék a békepárti kormányt, és egy háborúpárti szivárvány koalíció legyen kormányon, amit most látunk Csehországban, vagy más környező országokban, amelyek a háború folytatásában érdekeltek, és nem abban, hogy mi hamarabb béke legyen. Ezt a fajta külföldi befolyásszerzési kísérletet vizsgálhatja a Szuverenitásvédelmi Hivatal? Hogyne, hát ugye arról beszéltünk, hogy a magyar törvények tiltják, és 3 év börtönbüntetéssel fenyegetik azokat, akik külföldi pénzeket fogadnak el, tehát ez nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy itt egy komoly büntetési tétel van. Nyilván ezt bizonyítani is kell, egy Magyarország jogállam, Magyarország egy demokrácia. Ugye nyilván ennek a hivatalnak az a felelőssége, vagy az a feladata, hogy ezeket a jeleket figyelje, és a rendelkezésre álló a törvényben meghatározott eszközökkel megvizsgálja, hogy itt van-e szó külföldi befolyásszerzésről, miért beszélünk erről, mert 22-ben a titkosszolgálati jelentések, amik nyilvánosságra kerültek, bizonyítják, hogy volt külföldi befolyásolási kísérlet, egy választási botrány volt, amikor minimum 10 millió dollárt gurítottak ide Márki-Zay Péter mozgalmához, hogy Magyarországot a háborúba sodorják, és hát miután ez nem sikerült, és Magyarország az Unión és a NATO-n belül továbbra is ezt a békepárti alternatívát felmutatja, hogy a Magyarország nem az 20 milliárdos csomagból, amit az Unió a háborúra költ, Magyarországra jutó rész, például nem az ukránoknak küldjük, hanem például aknamentesítésre, vagy a migráció elleni küzdelemre, tehát Magyarország egy alternatívát kínál. A századvég kutatása azt mutatja, nagyjából másfél hónapja hoztuk nyilvánosságra, hogy az európaiak többsége nem támogatja nyugati katonák Ukrajnába küldését. És ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy Magyarország ebben is alternatívát kínál, és a nyugati háborúpárti eliteknek minden pénzt megér az, hogy ez az alternatíva, ami a migrációnál már bizonyított, és most már többségi álláspont Európában, az USA-ban is, hogy nehogy a békepárti álláspont, amit a magyar kormány képvisel, szintén idővel többségivé váljon, és ez éri meg nekik nagyon sokak véleménye szerint azokat a gurló dollárokat, amik megtalálják az útjukat a magyar politikusokhoz, ahogy Márki-Zay Péter mozgalmához megtalálták, adja magát a gyanú, hogy miután Márki-Zayék felsültek, a negyedik kétharmad után, ezzel úgy most újakat keresnek, és hát itt van most ugye az új üdvöske, az új Márki-Zay Péter, Magyar Péter, és ezért adja magát ez a gyanú. Kiszeli Zoltánnak köszönjük szépen. Köszönöm én is.